Sziasztok! Mai videóban palacsintát fogok sütni. Ha már karácsonyra kaptam hozzá minden kelléket, ami eddig nem volt, azt mindjárt meg is fogom mutatni. Egy pillanat. Ami kell a palacsintához, tojás, itt van. Hát elvileg ehhez 4 kell majd a recept szerint, de hát ugye így árulták, ennyi dobozban, úgyhogy van több is, hát az majd jó lesz másra. Tehát van 10 tojásunk, van tej, mizó, hát ez volt a legolcsóbb, összeszedtem, meg van egy ilyen, ezért vanília pudingpor, egy ilyet is vettem, hogy legyen mit beletenni a palacsintába, egyébként van még itthon kakaó meg lekvár. És még kell hozzá liszt. Azt mondják, hogy búzaliszt, hát ezt találtam itthon, úgyhogy ahogy az Zoli bácsi is mondaná, meg lehet rendelni a palacsintát, de azt nem mi készítettük el. Meg kell hozzá ásványvíz, bubis víz kell hozzá, és van egy, szintén karácsonyra kaptam egy kézi mixert, hát nem Silver Patch, de Clever Mix, most hát ez még kicsit ki se volt bontva, sose volt még használva, ezt mindjárt kinyitjuk, és megpróbálom összerakni. Ja, és itt van hozzám a használati utasítás, de akkor átmegyek egy kicsit unboxingba. Aha, itt van hozzá ez a palacsinta tésztát, szerintem ezzel a felverni, de majd és akkor itt van szerintem maga a mixer. És akkor mindjárt előszedjük, igen, hungarocát, persze az mindig kell. Kukába vele. És itt van a mixer. És valószínűleg így működik, igen, ezt meg kell nyomni, és itt meg az erősségét lehet állítani, de el fogom olvasni azt a utasítást, mielőtt nekiesek, azért az sose állt, ha megvan. És akkor ennyi, ezzel kell bedugni a konnektorba. És hát akkor majd erre visszatérünk, amikor tényleg használni kell. És akkor itt van a használati utasítása. Soha nem elítse vízbe, és ne tegye mosogatógépbe. Hát nyilván azt a vaszkot, ami benne van, azt lehet, csak magát a készüléket nem, de hát az egyértelmű. Forró keverékek feldolgozása során fröcskölhet. Ne nyúljon be a forgó alkatrészek közé, hát nem is állt szándékomba. Várja meg, amíg a hajtások leállnak, mielőtt piszkálja. Na, akkor térjünk a lényegre. Tehát, hogy melyik gomb mit jelent. A pirossal lehet kidobatni vele ezt az izét, ami benne van. Ezt a piros gombot megnyom, akkor fogja kidobni, és itt azok a fokozat kapcsolók. Az EMBA turbo fokozat, igen, azt nem tudtam, hogy micsoda. A többi, igen, és a 0-től 1-től 4-ig lehet állítgatni. És az EMBA turbo az a legnagyobb. Akkor majd mindjárt elkezdjük itt a palacsintát összerakni. És akkor nézzük a receptet, körülbelül ide kihoztam a laptopot, hogy tudjak puskázni, ha valahol elakadok. Hát először aztán a lisztet, azt írja, hogy a lisztet rakjuk bele. Mondjuk 20 defagram liszt, csak nem tudom mivel kimérni, csak így mondhatni úgy szemmértékkel, mert ilyen mérőpoharam az nincsen, amivel ki lehet rendesen mérni, meg konyhai mérleg se, meg egyébként semmilyen mérleg nincs, úgyhogy teszünk bele amennyit sikerül. Na, szerintem nagyjából az már jó lesz. Így. Na, és akkor még tényleg kicsit sok lett. És akkor kell bele mennyi 4 tojás. Feltörjük a tojászt. Aztán akkor nem kell fölverni, csak így bele kell azt is dobni. Úgyhogy akkor tojás. Négy. Jaj, belement a héja is. Rendben rá? Akkor látja, mégsem ment bele? De jó kezet mostam, úgyhogy akkor most ezt kiborgásszuk onnan. De van a héja. Jó, akkor mi kell ebbe még? Tej. 3 deciliter tej. Hát, azt viszont már ki tudjuk mérni. 3 decis poharunk az van, úgyhogy azzal meg lesz. Baszki. Assza meg. Kapott belőle a gép is, remélhetőleg túléli. Végül csak a szélét csípte meg. És akkor öntünk bele egy kis tejet. Kíváncsi vagyok, mi lesz belőle. És akkor mi nagyjából a 2/3-áig, ha megtöltjük, akkor az jó is lesz. Jókor jut eszembe, de meg is kéne kóstolni a teját, hogy biztos jó, de szerintem nincs semmi baja. Úgyhogy akkor kéne bele még só. Jó, ennyi, szerintem ennyi elég lesz, azt mondja, hogy csipet só, úgyhogy... Jaj, nem, már mindenre felesik itt. Jó van, de nem tudott össze. Azt nem láttátok, mert a kamera nem arra nézett, de lejtettem a sótartót, de szerencsére nem tölt össze. Akkor még kell beletölteni vizet. Én ne hülyedek rám, hát most már egyszer már kinyomtam, most erre visszamászok. Hát 2 decilitert, ezt már csak érzésre. Nagyjából szerintem megvan. És akkor most jön az, hogy fel kell verni a mixerrel. Na talán így lesz. Ezt addig kéne verni, ameddig a palacsinta tészaki kinézete nem lesz. Hát, attól még össze vagyunk, mint Makó Jeruzsálemtől, de nézzük a turbofokozatot. Nem sokkal gyorsabb ez sem, mint a 4-es. Szerintem kevés lett a víz, úgyhogy adunk neki még egy kis vizet. Na, így meg már kicsit sok lett. Mindegy, kivenni már nem tudom belőle. Ezt megint elbasztuk, mert kevesebbe kellett volna kezdeni. Úgyhogy beletenni egyszerűen, mint kivenni. Ajaj, köszönj mindenfele. Mindjárt. Szünet. Elviszem minden a laptopot, mert már megint tiszta, azért. A számítógép a legrosszabb helyen van. Még egyszer már letakarítottam. Úgy tűnik, hogy ez már jó, úgyhogy akkor egy kicsit állni kell hagyni. Addig még dalálok cukrot, ugye a porcukor kell a palacsintához, meg megpróbálom ezt a vanília pudingot is megcsinálni, hát ezt is a boltba vettem. Hát azt írja, hogy 3 perc alatt megvan főzés nélkül, hát itt van a leírása, majd ez alapján alkotok valamit. Na, a cukrot nem is kell dalálni. Van, mint kiderült, van porcukor, úgyhogy akkor most a cukordalálás az akkor elmarad. Azért megmutatom azért ezt a kis szerkentyűt. Ez egy ilyen NDK-ból származó, ilyen 1000 éves mágdaláló, viszont tökéletesen jól működik. De ezt megmutatom, mert ez érdekes, hogy úgy működik, hogy kell itt egy szál gyufával lehet beindítani, és ezt így meg kell nyomni, így. Ja, csak mi is bedugva a konnektorba? Aha. Ja. Na szóval akkor így működik, de ezt most nem fogjuk használni, mert nem kell. Van ledalált porcukor. Akkor addig megpróbálom ezt megcsinálni, azt mondja, hogy a tasak tartalmát hozzáadjuk 500 ml tejhez. Valósítottam a szentségtörést ezzel, de hát a sörös korsó az pont fél liter, úgyhogy ezzel a legkönnyebb kimérni. Sajnos más nincsen. 3 perc alatt kézi habelé lát, akkor fogjuk, akkor beleöntjük. Na, kíváncsi leszek ebből is ül ki. Jó, és akkor... És a kézi mixerrel össze kell keverni. Mit ír meddig? 3 perc alatt kézi habbeli... Ja, hát mondjuk nem kézi habbelével fogom venni, hogyha már itt van ez a izé, akkor azzal. Hát nagy érzése. Lesz mit tenni a palacsintába. Akkor ezt mindjárt meg is kóstoljuk, legalább. Ez jó lett. Legalább ma már sikerült valami hetőt alkotni. És akkor mindjárt kezdhetjük sütni a palacsintát. Meg kéne gyújtani a gázt. Hát ez valamilyen nem működik, úgyhogy akkor majd ezen lesz. Rakni kell bele egy kevés olajot. Ez egy kicsit sokat. Egyszerű hagyományos étolaj. amire szükségünk lesz még egy ilyen eszköz, amivel meg lehet fordítani, meg egy ilyen nagy kanál, amivel lehet, ilyen egy szedőkanál kell, amivel ki tudom majd merni. Csak közben még a kanálát is töltőre kellett tenni. Na, mindig próbáljuk meg először egy kisebb adaggal. Hát ez így nem az igazi, amit tegyünk vele. Ennek így egybe kéne lennie, vagy egybe kéne maradnia. Túlságban nem vagy már. Akkor majd kicsit felöntjük vízzel. Egy, megpróbáljuk. Már lehet, hogy megcserélem és a gázt is akkor nagyon fogom sütni, mert ez így. Ez a legkisebb, ezen sokkal lassabban sül. Na, még nem is sült meg. Úgy tűnik, az első elkészült. Nem tudom, hogy a kamera mennyire látja, de megpróbálok benyúlni alá és megfordítani. Jó, nem jó, már még az izé nem. A közepe még nem. Mondjuk ez elég szar lett. Nem sült meg teljesen. Na mindegy, hát most már megfordítottam, de legalább már tudjuk, hogy ezzel az éve meg lehet fordítani. Ja, meg még kell, az egyik tányér itt lesz a jóknak, meg kipakoltam az asztalra, hogy ki fogok most egy másik tányért rakni ide az asztalra, az meg a serejsor lesz. Már mégis igazából serejsor nem is kell, mert úgyis én fogom megenni mindent, a serejteket is. És akkor ezt már így készre jelentem. Ott látjátok az eredményt. Ez volt a legelső. A széle nem sült meg. Ez az a baj, hogy a széle az nem sült meg. Jaj, mert a kamerát meg nem kapcsoltam bele, mindegy, tehát annyi a lényeg, hogy mindig egy kicsit, de majd a következőn akkor meg fogom mutatni, hogy kis olaj bele, aztán mehet rá a tészta, és amikor már nagyjából megsült a másik oldalon, az egy érzésre azért lehet tudni, hogy ha már megsült, akkor már meg kell fordítani. Na most a profik azok úgy is tudják, hogy a levegőbe átfordítják, de most azzal nem fog kísérletezni. Ez már rutinka, hogy valahogy meg kell fogni, és akkor így úgy megpörgetni így kézzel, hogy lendületben átforduljon, de hát nem, azzal most nem próbálkozok, de örülök, ha ez sikerül. Így. Így kell jól megfordítani, most sikerült. Ja, mondjuk ez útban van nagyon, de hát nem nagyon tudom máshova tenni, úgyhogy hát majd elégedjetek meg ezzel. És akkor egy szolgálati közlemény most egy hirtelen, most az előbb néztem Képcső videóstársnak a videóját, és nyertem egy kulcstalatót tőle, úgyhogy ezúton is köszönöm neki. Majd mindjárt azt is megnézem, hogy lehet átvenni, de csak így félfüllel most hallottam, hogy közben nyertem egy kulcstartót is, úgyhogy ennek örülünk minden esetre. És akkor, na, Palacsinta. Még az előző, az jobban sikerült. Igen. Jó, helyre. Hamarosan elkészül az utolsó. Már csak egyre van, elegendő van, úgyhogy ez kisül, és jöhet a következő, az már tényleg az utolsó lesz. És akkor most már jöhet az utolsó. Ennyi. És akkor itt kifűt. Ennyi. Hát nem is lesz ebből már egy egész. Az utolsó. És ennyi. Akkor elkészült a palacsinta, ennyi sikeredett, és hát akkor nyilván akkor a legutolsó tesszük meg legelőször, mert ugye egymás tetejére pakoltam, és hát jó, hát van egy kis badaszlekvár, akkor most ez az első legyen badaszlekváros. Pont úgy van beállítva a kamera, hogy nem látszik, de mindegy, azért megpróbálom így mutatni, hogy akkor ne sajnáljuk belőle. Akkor most ugye nem tudom úgy beállítani, hogy az is látszódjon, hogy csinálom a tárnyi, de most akkor hogy lekvárt tettem bele, és mindjárt kicsit megszólom a tetejét porcukorral. És akkor meg is fogjuk kóstolni. Az első palacsinta. És jó lett. Minden, mert igaz az utolsó az, mert ugye ebbe kevesebb az anyag, mert ugye ennyi marad, de még biztos lesz közte egy-kettő, amelyik odakoz már, mert jobban, de első próbálkozásra nem olyan rossz, nekem meg lehet enni. És végül is a cél az ez volt. Úgyhogy ez a kis videó az ennyi lett volna. Konyatakarításról már nem lesz külön. De majd még live-ot lehet, hogy az este fogok indítani. Majd meglátjuk. Mindenesetre még ezt a videót is meg kell vágni. Meg kell persze a palacsintát meg kell enni, úgyhogy akkor sziasztok!